Ez a zarándok.ma portál podcastje. Hit, élet, fejlődés, nem csak katolikusoknak. Zarándok podcast, inspiráló beszélgetések a hétköznapokban, nem kétköznapi emberekkel. Szeretettel köszöntöm a Zarándok podcast nézőit és hallgatóit. Ma ismét egy különleges vendéggel beszélgethetek, akire személyesen is felnézek. Isten hozta a zarándok.ma stúdiójában Varga László kaposvári püspökatyát. Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm azokat, akik nézik a zarándok.hu adásait. Köszönjük. Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, püspökatya, engedje meg, hogy a nézőkhöz, hallgatókhoz forduljak. Arra kérem a nézőinket, hogy iratkozzanak fel arra a csatornára, amelyen most hallgatnak bennünket. Ha pedig YouTube-on néznek, akkor nyomják be a csengőt is. És ez a beszélgetés ilyen körülmények között támogatóink adományai nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönjük, hogy így fejlődni tud a média missziós szolgálatunk. És akkor, ahogy ilyenkor szokás a Zarándok podcastben, engedje meg, hogy egy rövid életrajzi áttekintéssel kezdjük. Azért mondom, hogy rövid, mert Püspök atya sok mindent csinál, hála Istennek, és nem fog beleférni minden, hogy most így felsoroljam. Tehát a teljességre igénye nélkül mondom akkor a következőket. Varga László 1956. augusztus 17-én látta meg a napvilágot Tapolca városában. 26 évvel később, 1982. április 17-én szentelték pappá. De ezt megelőzően a győri Bencés gimnáziumban érettségizett, a szegedi szemináriumban, majd a budapesti központi szemináriumban végzett filozófiai és teológiai tanulmányokat. Várpalotán káplánként, Somogy-Sámsonban és Kaposváron plébánusként szolgált. A plébániai munka mellett kórházlelkész és börtönlelkész is volt, de a Szent Imre kollégium igazgatójaként is tevékenykedett. 2019-től a Kaposvári Egyházmegye püspöki hivatalának irodaigazgatójaként dolgozott, majd 2013-tól általános helynökként is szolgált. Papságának 35. évében, 2017. március 25-én Ferenc pápa kaposvári megyéspüspökké nevezte ki. Püspök szentelésére május 13-án került sor a kaposvári székesegyházban. Papá szentelésétől kezdve szervezi a közösségeket, hitoktatást végez, folyamatosan előadásokat, prédikációkat és nyaranta lelki gyakorlatot tart Isten szeretetéről. 2002 óta évente jelennek meg lelki gyakorlatos könyvei. A mindennapi szentségimádás papi életének középpontjává vált. Lelkipásztori munkájában és könyveiben megismerhetjük az Istenhez és a fele baráthoz vezető irgalmas szeretet útját, amelyre minket is hív. Püspöki jelmondata, egyetlen szó, irgalom. Mi inspirálta önt, hogy pap legyen, és milyen volt a papsághoz vezető út? A végét mondanám. Az a életrajzi adatoknál van egy pont, ami nem stimmel, mert fordítva volt. Én nem vidéki szemináriumból kerültem a központi szemináriumba. Én a központi szemináriumba kezdtem, de politikai szervezkedés miatt kirúgtak, és nem mehettem vissza a központi szemináriumba, hanem vidéki szemináriumba fejeztem be a tanulmányaimat Szegeden. Ott laktam. A központit elvégeztem úgy, hogy letettem minden vizsgát, de nem lakhattam Budapesten, mert ki voltam tiltva. Bocsánat, ezt nem tudtam. Nem baj, nem kell tudni, csak mondom, hogy ez kicsit más volt. És ez, hogyha visszatérünk a kérdésre, hogy pontosan, hogy a hivatásomhoz vezető út, igen, ha jól érted, ez volt, ami aztán beteljesedett azzal, hogy végül minden kirúgás és akadályoztatás ellenére 82-ben pappá szenteltek, amikor azt mondtam, hogy barátaim, ez volt az első mondatom, az első szentmisémben Budapesten, több utcában, hogy miután keresztőt vetettem, és köszöntöttem a híveket, hogy barátaim, Isten nagyobb, mint a varsói szerződés, mert pap lettem. És, de Isten nagyságát fokozatosan ismertem meg. Én nem készültem papnak. A győri gimnázium évek alatt
mérnöknek készültem, az volt bennem, hogy építészmérnök leszek, és a 11. év végén, akkor, vagy akkor még harmadik év végén egy belső indításra indultam el, amit nem tudtam, hogy ez, hogy mi történt, mert egy nagyon erős belső hívás jött, hogy jelentkezzek papnak, és hát abszolút alkalmatlannak tartottam magam a papságra, mert a papképem akkor csak annyi volt, hogy kint állok az oltárnál, és éneklek meg, hangosan beszélek, és ettől rettegtem, hogy ezt, én ezt nem tudom megcsinálni. De aztán elmentem a püspökhöz, jelentkeztem a püspök fölvet, és a központi szemináriumba küldött a tanulmányai, vagy az átlagom miatt, vagy a gimnáziumi tanulmányai miatt. És amikor fölvett, utána le kellett adni az elhárításnak azoknak a nevét, akik a katonai elhárításnak, akiket fölvett, és így kerültem Lentibe. Volt papírom arról, hogy alkalmatlan vagyok, mert nagyon kicsi voltam és sovány, 48 kilóval vittek el, teljesen szabálytalanul katonának, és papírom volt, hogy katonai szolgálatra alkalmatlan, újra besorozták, miután megtudták, hogy papnak jelentkeztem, és akkor emlékezetes volt a kaland kezdete, már a Jézusra való kaland kezdete. A sorozótiszt megkérdezte, hogy akarok-e pap lenni? Ha azt mondom, hogy igen, akkor ez az írás nem érvényes. Ha azt mondom, hogy nem akarok pap lenni, akkor ez az írás érvényes. És én mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Az írást összetépte, és elvitte katonának a büntetőezerbe Lentibe 1974 augusztusában, és augusztus 1-én, és kezdődött egy kaland, ami mind a mai napig tart, a megtérés kalandja. Ugyanis én vallásos voltam, a szüleim is vallásosak voltak, a családunk is, bencéseknél tanultam, ezzel semmi probléma nem volt, de hiányzott a megtérés. A vallásgyakorlás az működött, a megtérésről fogalmam se volt. És amikor ott egy hónap alatt kikészítettek, fizikailag is, meg pszichésen is, mert nem tudtam megvédeni magamat, rám szálltak, akkor életemben először tapasztaltam meg, hogy mit jelent az, amikor a saját mindenhatóságomnak a végére érek, és akkor kezd működni az Isten mindenhatósága. Addig nem működött addig is, de hát igazából hidegen hagyott. Nem foglalkoztam vele, hát én meg tudom oldani, de ezt nem tudtam megoldani, és hiába imádkoztam, idézőjelben hiába, egyre rosszabb helyzetbe kerültem, és ekkor hozta elém a Jóisten az egyik baptista lelkésznek készülő fiatalembert, aki megkérdezte, hogy te tényleg pap akarsz lenni? Mondtam, hogy igen. Kérdezte, hogy van szentírásod? Mondtam, hogy igen, otthon. Tehát rossz helyen van. Itt kellene lenni a szentírásodnak, sőt, szerinte meg kellene élni a szentírást. Biztos mondták ezt nekem a bencések, de hogy nem esett le, az is biztos. Kellett egy olyan, és mindig így tapasztalom, hogy kell egy olyan kegyelmi helyzet, ami például ott a mindenhatóságomnak a vége, mert nem volt több dobásom, nagyon rossz állapotban voltam, amikor meghallok dolgokat, egyébként nem hallom meg, ezzel szerintem sokan vannak így, akkor esik le. És ott, amikor ezt kimondta, hogy meg kellene élni, akkor azt mondta, odaadja a Bibliáját. És én elfogadtam, és alkut kötöttem Jézussal, hogy én elolvasom, amit mondasz, megteszem, amit kérsz, de ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem akarok lenni. Ott tartottam már, hogy ez nem működik. És kinyitottam a hegyi beszédet, elkezdtem olvasni a boldogmondásokat, és úgy gondoltam, hogy én gazdag vagyok. Jézus a szegényeknek ígéri meg a mennyek országát, én pedig gazdag vagyok, mert a szegénynek nincs semmi, csak ami rajta van.
Úgyhogy kiosztottam a kincstári cuccot, és nagyon gyorsan alkohollá változtatták a fiúk. Nagyon örültek az adományomnak. És döbbenetes volt, amikor ezt megmertem lépni, akkor visszacsatolta az Isten ide, de akkor mutatta meg a hatalmát. Mindig féltem, mindig szorongtam, mert kicsi voltam, sovány voltam, és erőtlen. És az erőszak mindig megtalált, és ettől én nagyon szorongtam és féltem. És amikor ezt megtettem Jézus kérésére, úgy, ahogy akkor értettem a Szentírást, 18 évesen, a válasz az volt, hogy elvette a félelmemet és a szorongásomat. Egy teljesen ismeretlen lelki állapotba kerültem. Nem féltem és nem szorongtam, és ez akkora erővel robbant be az életem, hogy rávetettem időben magam a Szentírásra. És hát mivel a nyolcadik boldogság az, akit Jézusért üldöznek, akkor már rohancsoltak, és hát mivel nem volt meg semmi, jutalmul bezártak, és én boldog voltam. Szabad voltam, és boldog voltam. És hát nagyon élveztem, mert ott fegyveres őr vigyázta az ima időmet. Senki nem zavarhatott. Igaz, hogy én sem vehettem ki, de az engem nem érdekelt, az érdekelt, hogy... És ez teljesen új helyzet. Elérkezett valahol az Isten országa az életembe. És aztán mindjárt az ötödik fejezet végén ott van a Máté evangéliumában, hogy szeressétek ellenségeiteket, és akkor én azt gondoltam, hogy ez azt jelenti az ellenség szeretet, hogy nem engedem, hogy megtanítsanak lőni és ölni akárkire, mert nekem Jézus azt mondja, őket nem lelőni kell, hanem szeretni kell, úgyhogy nem voltam hajlandó lőni, ezért újra jutalmaztak mindenféle fogdákkal, de ez csodálatos volt, mert nem féltem. Tehát nekem nem a varsói szerződés parancsolt, hanem Jézus, és ez mindent meghatározott. És ha ez nem történik, akkor egész másképpen éltem volna meg a szemináriumot, a papságot, a üldözéseket, a kirúgásokat, és egészen másképpen élném meg a püspökségemet is, mert egyedül Jézus Krisztus az Úr. Ez ott kezdődött, és aztán két év után leszereltek, központi szeminárba elkezdtem, első év végén kirúgtak, második év végén kirúgtak, nem tudtam miért, nem árult el a előjáró, hát mondták, hogy nem teszed össze rendesen a kezedet, meg ilyen apró vagy nagy vétségek. A püspök meg mindig visszaküldött, és nem tudtam, hogy mi történik. Harmad év közepén, első fél év után én mentem el a szemináriumból, mert annyira nem tudtam feldolgozni az egyházamnak a bűneit. De rengeteget láttam már addigra belőle. Én bennem egy naív egyházkép volt, csak a szentet láttam, és akartam látni, de a bűnös nem, a bűnös egyházat, és ott szembesültem vele, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem erre nincs hivatásom. És a kegyelem megint belépett, az is az volt, hogy mindig visszaküldtek, tehát a püspökön visszaküldött. És amikor én elmentem, bejelentettem a püspökömnek, aki előtte a központi szeminárium rektora volt, és ismert. És azt mondta, hogy én csak beteg szabadságra engedem el magát, mert tudom, hogy van hivatása. Én mondtam, hogy köszönöm, de engem többet nem lát. és akkor Pesten laktam a lelkivezetőmnél, és mindenféle munkákat vállalt. Díszletes voltam, kisegítő díszletes voltam a Tália Színházban, gyerekekre vigyáztam, mert nem akartam meggazdagodni, nem akartam állás, mert akkor én bennem az volt, hogy én a kommunista diktatúrát nem akarom építeni, és szegény akarok lenni. Ezért vállaltam ilyen, és biztos voltam benne, ezt kimondtam akkor még nem, tehát meg volt a elmenetelem, ezt csináltam, és én nem fogtam föl, hogy menekülök. És aztán együtt buliztam
mindenféle deklasszált elemekkel, kiugrott papokkal, meg lecsúszott kommunistákkal, meg szétesett művészekkel. Mindig megtaláltam azokat, akik... És ott szembesített egy költő éjjel a buliba, hogy te megszöktél az Isten hívása elől, te neked papi hivatásod van. Annyira, ki volt az a költő? Szomráki meghalt már rég, a vigiliának irogatott Szomráki Sándor. Én csak ott ismertem őt ezekben a bulikban, de a vigiliába jött írogatott verseket. Nem sokat találkoztam vele, de ő így nekem szegezte a kérdést, hogy mit keresel itt. És akkor azt kérdezte, hogy hiszel Istenben? Mondtam, hogy igen. És akkor én mondtam neki, bocsánat, hogy te akkor én mit keresek itt? És felálltam éjszaka kellős közepén, és elindultam a plébániára, a legkivezettem plébániájára. Ott laktam, egy hálózsákon volt, meg egy szivacsom, és ő megjött utánam. És ott a Pest Erzsébettől a 8. kerületig nyomta, hogy milyen hazug, amit csinálok, és megszöktem, és olyan vagyok, mint Jónás, és én nekem ilyet mondott, hogy te gyóntató leszel, és lelkivezető, és sokan mennek. Én ott fetrengtem a köven a röhögéstől, hogy te meg vagy bolondulva, túl sokat ittál. És igaza volt. Tehát ez azért izgalmas nekem, mert Isten minden helyzetet felhasznál, és mindenféle embert felhasznál, és egyszer csak meghalljuk. Tehát állandóan körülvesz bennünket. Soha nem hagyod egy pillanatig magamra, csak nem hallottam meg, vagy nem akartam észrevenni. És ott meg ő rajta keresztül, mindenki keresztül tud üzenetet adni, és ez nagyon jó volt megtapasztalni, és akkor ürességbe kerültem, mert tudtam, hogy igaza van. Úgy kiakadtam, amiket mondott, és talált süllyedt, hogyha ennyire kiakasztanak, akkor az valahol nagyon igaz. És nem volt erőm visszamenni. Úgy voltam, hogy hát szégyeltem is magam, meg nem volt erőm meglépni, hogy visszamegyek, és akkor egy szentmisén pont a Gábel Andrisékra vigyáztam, a szüleik a Szent Család templomban elől voltak, én meg hátul a négy sráccal. Mondtam, nyugodtan legyetek, én már voltam is, én itt el leszek velük, akkor nem szedik szét a templom hátulját, és hát szétszették, mert a Szentpecke eltalált. Az a mondat, hogy háromszor kértem az Urat, hogy vegye el a tevista testemből, és mindig azt felelte, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm, a te gyengeségedben lesz teljesen. És ezt hallottam meg. És ez úgy eltalált, hogy miattam mehetett a mise is, meg a gyerekek is. Lebarultam hátul ott a padra, és eldöntöttem, hogy jelentkezem a püspökömnél. Másnap fölhívtam, fogadott, és csak ennyit kérdezett, hogy van, és mi történt magával. Illetve csak hogy van. Semmit, hogy merre jártam meg. Mondtam, hogy püspök úr, most már elég gyenge vagyok ahhoz, hogy pap legyek. Köszönöm. És visszaküldött a központi szemináriumba, ahol itt megszöktem. Ott egyszerre keresztfél éves lettem, harmad-negyed évet egyszerre tettem le. Minden szigorlatot megcsináltam, tele voltam erővel, meg békével, meg örömmel. Visszataláltam, és újra a kegyelem. Én nem is hittem, hogy engem fölszentelnek diákonossá, mert a múltam nem hittem el, hogy ebből még így ilyen gyorsan lehet, és a püspököm hívott fel. Nem akar diákonos lenni, már nem adja be a kérvényt, nem tudom felszentelni. Mondtam, azonnal írom. És elsőként az évfolyamból diákonossá szenteltek. Utána ugyanez a püspök, a paskai püspök úr, akkor még veszprémi püspök, bejött a szemináriumba, hogy egyik kis papot nem szentelheti, az AIH megtiltotta. Hát mi meg fölháborodtunk, hogy mi az, hogy az AIH megtiltja, beleszól az állam az egyház belső ügyeibe, úgyhogy azonnal tiltakozó levelet írtunk, hárman szerveztük, és ebből a másik kettőt, ja, és ezt kiuttattuk, aláírták a kispapok 16-an, a 25-ből.
és ezt akkora rázadásnak vették, hogy mert a levelünket követségi postán keresztül kijutattuk a Szabad Európához, meg a Rómába, a Vatikánba. És még aznap este beolvasta a Szabad Európa Rádió, hogy mi történt a központi szeminárium. Úgyhogy a Lékai Bíboros úr akkor azonnal azt mondta, hogy mindenkit kirúg, aki aláírta, és a Nyíri Tamás professzor úr, meg a Tarjányi Béla professzor úr elmentek hozzá, hogy amennyiben ezt meglépi, akkor ők lemondanak a katedrájukról. Úgyhogy a Lékai Bíboros erre visszalépett, és azt mondtak, hogy csak a bulányistákat fogunk kirúgni. Az én voltam. És ugyanis én, amikor letettem a fegyvert, és nem lőttem, a katonaság alatt megtudtam, hogy van egy katolikus bázis közösség, amelyik ezt fontosnak tartja, és én találkozni akartam velük, úgyhogy mire Pestre kerültem, addigra én már a Bokor közösségnek a tagja lettem, mert elmentem egy illegális lelkigyakorlatra, és azonnal, mikor Pestre kerültem, beléptem a közösségbe, 8 évig voltam a közösségnek tagja, és így szenteltek fel, tehát nem tudták megakadályozni, pedig mindent megtettem, hogy hogy az ő oldalukról nézve, hogy ne lehessek pap. És hát ekkor újra kirúgtak. A paskai, akkor még püspök úr, az én püspököm, kérte, hogy hát egy kis kompromisszumot engedjek, és akkor felszentelhet, mondtam, hogy nem. Vagy megváltozik a rendszer, vagy így leszek pap. És akkor megkérdezett, hogy gondolom-e, hogy megváltozik a rendszer 1980 tavasza, illetve júniusa. Hát mondom, benne van a Szentírásban. Hol? Mondom, azt olvastam, Jézus mondja, hogy amelyik ház és ország meghasonlik, az összeomlik. Ez az ország meghasonlott, eladta magát. Össze fogom lenni. Erre nagyon dühös és ideges lett, mondta, hogy értsem meg, hogy a vasfüggönyt lehúzták, és én a vasfüggönynek ezen az oldalán vagyok. Mondtam, hogy a történelem ura nem én vagyok. A történelem ura a Jóisten. Ha ő azt akar, hogy pap legyek, akkor az leszek. Megmondtam, hogy hol talál meg. És döbbenetes volt. Ez volt júniusban, decemberben kitört a felkelés Lengyelországban. És abban a pillanatban változott a politikai helyzet, és a püspök hívott fel azzal, hogy szeretnék magával találkozni, mert most olyan a politikai helyzet, hogy a kis halak bejuthatnak, vagy megmenekülhetnek, és maga a kis hal. Megbeszéltük, Pesten találkoztunk, megkérdezte a lelkivezetőmet, egy órát beszélgettek, nem tudom miről, utána behivatott, és annyit kérdezett csak, hogy azok után, hogy így bántam magával, hajlandó papnak lenni, mondtam, hogy csak tegye rám a kezét valahol, és szenteljen fel. És akkor mondta, hogy hát Pestről ki vagyok tiltva, de vidéki szemináriumba mehetek. Győr vagy Szeged? Mondtam, hogy Szeged, ott még nem voltam, mert Győrbe tanultam a gimnáziumba. Oda fölvettek, elég bonyolult volt, mert alá kellett volna írnom egy nyilatkozatot, amit nem írtam alá. Ebben leadta AIH a rektornak, hogy miket kell betartanom. Mondtam, hogy nem írom alá, mert nem tudom megtartani, és nem is akarom, mert benne van, hogy el kell menni békegyűlésre. Nem mentem el, de ennek ellenére fölvettek, nem utasított el, de azt mondtam, a püspökkömmel beszélje meg. Beszélt a püspökömmel, bevettek, és ott, mivel nem mentem el novemberben a békegyűlésre, és a példámat többen követték, a kispapok közül ezt lázadásnak minősítették, és megint a kegyelem. Biztos voltam benne, hogy büntetésen érte, amiért nem mentem el, és mások sem mentek el. De, és még annyi volt, hogy megkértem a Spirit, aki később a szegedi püspök lett, a Gyulai Endrét, hogy akkor a Spirit volt, hogy engedje meg, hogy én imacsoportokat szervezek a házon belül, hogy
segíthessem a kispapkat, hogy kell biblia közösséget, ima közösséget szervezni, mert én ezt csináltam már a katonaságtól kezdve, és akkor megengedte a rektor, meg kihirdette, hogy ha valaki elmegy, azt kirúgják. És tele lett a szobám. És a kegyelem beelőzött, még mielőtt kirúgtak volna, hát tudtam, hogy valami lesz, kirúgtak volna előtt a püspököm hivatott, hogy letettem az első fél év vizsgákat, mondtam, készen vagyok. Azt mondta, hogy akkor kezdje el a második fél évet azonnal letenni, mert pappá fogom szentelni. Mondom, mi történt? Azt hittem azért hivat, hogy kirúgjon. Azt mondta, nem, pappá fogom szentelni. És mondom, miért? Hát mert pap hiány van. Mondtam, ha velem megoldja, jövök. És kitűztük a szentelésnek az időpontját. Április 17, január vége. Mondta, hogy húsvét utáni szombat. És Tapolca, ő nem szentelhet, a segédpüspökkel fog szentelni. Tudom, hogy teljesen mindegy, csak tegye rám valaki a kezét. Letettem minden vizsgát Budapesten, két hónap alatt az összes vizsgát, és dogmatika volt az utolsó. Elmentem a lelkivezetőmhez, és azt gyontam, és utána mondtam, hogy intézd el nekem, hogy 40 napra elmehessek lelkigyakorlatra, mert a szentelés előtt, mert akkor ment a küldetés című film a Balcó Andrással, és 40 napra elment, mielőtt azt a döntést meghozta, hogy, és ez nagyon inspirált. Hát azt mondta, hogy ez nem valószínű sikerül, mert ennyi lelki gyakorlatot nem szoktak adni, max. Két hetet, de azt mondta, úgy is tudod, hogy Isten, és semmi sem lehetetlen, most elkezdünk imádkozni ezért a 40 napért. Imádkoztunk, felültem a vonatra, megérkeztem Szegedre, és aznap este alkoholizmus és a napirend súlyos áthágása miatt kirúgtak. Ez volt az indok. De nem az volt az igazi indok, csak ez volt a papír. és én akkor hivatott a püspököm, hogy mi történt. Mondtam, püspök úr, imádkoztam, és sokan lettünk. Erre azt mondta, hogy akkor most eldugom egy olyan helyre, ahol nem szervezkedhet. Én arról álmodoztam, hogy Püspök Szent Lászlóval fogok jönni, mert annak számomra nagy jelentősége volt, hogy ott mind szentély, meg mások is itt voltak. Azt mondta, irány atyapuszta, egy kármelita remetesség, ez a Bakony szélén van. Megnéztem a naptáramat, pont 40 nap volt a szentelés. Egyfolytában a kegyelem és az Isten gondviselése a belém viste a sejtjeimbe, hogy így működik. Meg kellett tanulnom, hogy ő az Úr, a történelem ura. Nincs lehetetlen. Neki nincs. És akkor felszenteltek. Egy hét, és azonnal ki is helyezett a püspökön káplánnak, várpalotára, és akkor mondta el áprilisban, hogy azért kellett előrehozni a szentelésemet, mert ő már tudta januárban, hogy ki lesz, ő, hogy neki menni kell Kolocsára, és azt is, hogy ki lesz az utódja a Veszprémbe, és az engem nem fog felszentelni a bulányi kapcsolat miatt. És ő meg úgy gondolta, hogy meg akar menteni. Úgyhogy mire a püspököt beiktatták Veszprémbe, engem beiktattak Várpalotán. Őt a püspöki székben, engem a káplani székben. Nagyon jó volt. És ott voltam 5 évet, 5,5 évet káplán. Nem volt könnyű, mert a főnököm a békemozgalmi, a Veszprémi békemozgalmi titkár volt, ő volt a főnök. És én meg Bulánista, tűz és víz, úgyhogy ő neki infarktusa lett, nekem meg fekélyem. Hatottunk egymásra. De a Jóisten megint meg közbelépett. Én a betegségem miatt sűrűsen beteg voltam. Már volt előtte is a gyomrommal baj, de ott aztán ebben a közegben ez rettenetesen felerősödött, és egy év után el akartam menni, hogy nem vagyok alkalmas papnak lenni, mert nem tudom szeretni az ellenségeimet. Ez nekem központi tétel az evangéliumokban, hogy szeretni az ellenséget, ez a legfontosabb. Meg kell tanulni, és ott nem tudtam, nagyon sok minden történt körülöttem, és úgy gondoltam, hogy akkor csak vizet prédikálok és bort iszok, vagy hogy van, és nagyon beteg voltam, egy fekélyes ember nem tud örülni.
és az örömhírt föl lehet hirdetni, úgyhogy közben fájok éjjel-nappal. És önmagammal sem voltam jól. El akartam menni, elmondtam egy papbarátomnak, aki már rég kilépett azóta, de akkor a kegyelem eszköze volt. Azt mondta, hogy szerintem menjek el egy lelki gyakorlatra, mielőtt ezt meglépem. Mondom, ha tudsz egy illegális lelki gyakorlatot most, tavasszal, akkor elmegyek. Legálisra nem megyek. És azt mondta, tudok. Hol? Mondta, hogy Kecskeméten. Kecskeméten egy német domonkos fog lelki gyakorlatot tartani. Nem tudta megmondani, hogy hol, csak az, hogy ott. Én meg kinyitottam a Szentírást. Először elmentem a főnökömhez, hogy én el akarok menni pünkösd előtti pénteken, bérmálás előtti pénteken lelki gyakorlatra Kecskemétre. Biztos voltam benne, hogy kirúg, és azt mondja, hogy nem mehetsz el. Azt mondta, hogy menjél. Csak néztem, hogy mi van. Ezek után nem tudtam, hova kell menni. Kinyitottam a Szentírást, és arra a helyre találtam, hogy kinyitottam, hogy menjetek be a városba, és ott találkoztok egy vizes korsorú emberre. Ő majd megmutatja nektek, hol kell elkészíteni a vacsát. És ez így történt. És én elindultam Kecskemétre. Egy nem jött vizes korsót hívő ember. Már belvárosban voltam, semmi nem jött elém. És akkor leparkoltam, megkeresem a piaristáknál. Egy embert ismertem, egy szerzetest. Megkérdezem tőle, hogy tudja, hogy hol van a német szerzetesnek a lelki gyakorlata. Megtaláltam a szobáját, de ő nem volt otthon. Ott álltam, és erre jött egy másik szerzetes, egy piarista, megkérdezte, hogy miért keresem a szegőtanárulat. Hát mondom, mert ebben a városban van egy illegális lelki gyakorlat, amit német szerzetes tart. Így meghökkent, és azt mondta, kövess. És az ilyen vizes korsorú ember elvitt engem az Izidor püspöknek a lakására, ahol ott volt 20 karizmatikus pap. És tudom, hogy az ők azok, akkor nem megyek el, mert én nem bírtam a karizmatikusok. És így kerültem közéjük. Tele voltam az elején ellenállással, hogy ez őrület, én ezt nem bírom. Tanúságot tettek, és hát nem, gyógyulásokról. És áthívott bennünket ez a domonkos szerzetes éjszakai szentségimádásra a piarista templomba. És azt mondta, hogy garantálom, hogy nem lesznek. Másnap reggel fáradtak. Ez biztos nem igaz. Én éjszaka nem alszom. Én nagyon fáradt vagyok. Nem mondom el az egész folyamatot. Lényeg az, hogy tele voltam ellenállással, és amikor énekeltünk egy Szent Vagyurom éneket, aminek a szövegét tudtam kívülről, első verszakot mindenki elénekelte magyarul, és a második verszakot egy teljesen ismeretlen nyelven kezdtem énekelni, és azt hittem, meghibbantam. Nem tudtam, mi történt, de közben lelkesen énekeltem azt, amit nem is értek. Néztem jobbra, mellett az is megbolondult, mert az is valamit énekel, de azt se értem, a magamit se értem, a másikat se értem. Ez a nyelvek adománya, és ez megtörte az ellenállásmat, és kitördeltem az oltári szentség elé, és elmondtam, hogy el akarok menni a papságból, műtét előtt állok a fekélyemmel, imádkozzanak értem. És meggyóntam a katonaságtól kezdve egyszer a 10 évet egy ilyen életgyónásot, nyilvánosan 20 pap előtt. Erre oda jött ez a német domonkos, aki soha nem látott. És elkezdett imádkozni fölöttem. Azt imádkozott, elmondta először ezt a szentírási igét, hogy elég neked az Úr kegyelme, az ő ereje, a te gyengeségedbe lesz teljesé. Csak néztem, utána nem, először a szentelési igémet mondta el. Ezzel kezdte, hogy az Úr lelke van rajtad, őkent fel téged, hogy örömhírt vigyél a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. És folytatta a másik igével, ami visszahozott a harmadévben a papságba. Erre mindegyikre azt mondtam, hogy oké, hát ismeri a szentírást. De amikor azzal folytatta, hogy Jézus most meggyógyít, és azt kéri, hogy ezután is járjál a mozgássérültekhez, puf, kiütött.
ezt nem tudhatta a Szentírásból, és én a leszereléstől folyamatosan a Marcibányi téri mozgássérültek intézetébe jártam minden héten. És akkor azt éreztem, hogy a nagy forróság van a testemben, és tudtam, hogy meggyógyultam. És akkor én reggel elhagytam a lelki gyakorlatot, annyira betöltött a Szentlélekkel való tapasztalat, életemben először elhittem, hogy szeret az Isten. Mindenkinek hirdettem, hogy téged nagyon szeret az Isten, de magamról ezt nem mertem elhinni, olyan bűnösnek tartottam magamat. Ott a sejtjeimbe írta, és úgy született minden, az ima, az ige hirdetés, a szent mise, a szentségek. Egy fantasztikus tapasztalat volt, és meggyógyultam. Ez volt a legnagyobb, mert ez a húsvágó tapasztalat, hogy a műtét elmaradt. És ezek után fél évvel elmentem a Bokor közösség vezetőjéhez, a Bulányi György piarista atyához, hogy én elmegyek a Bokorba, itt hagyom a közösséget, mert illetve arra azt mondta, hogy hát várjál, a Bokor közösséget két dolog miatt lehet csak itt hagyni, ha karrierista vagy és püspök akarsz lenni, vagy pedig berezeltél az üldözéstől, és menekülsz, mert üldözték a közösséget. Mondtam, van egy harmadik, hogy hívják Szentlélek. Mondta, hogy hát az lila köd. Mondom, nekem meg tapasztalat. És ezért kilépek, és akkor így kerültem a karizmatikus megújulásba. De kalandnak nem volt vége, mert akkor folyamatosan szolgáltam mindenfele. És pontosan tudtam, hogy az állami hatóságok is tudják, hogy mi történt, mert enyhült a főnököm részéről a nyomás. Amikor én karizmatikus lettem, erre, amikor utoljára kihallgattak Veszprémbe, akkor a nyomozó tiszt azt mondta, hogy hát addig volt jó, amíg maga bulányista volt, mert addig mindig tudtuk, hogy merre jár és mit csinál. De mióta karizmatikus, állandóan a legváratlanabb indításokat követi, és nem tudjuk követni. Nincs annyi emberünk, mondta, ami Szentlélek indítás van. De ez 86-ban volt. De döbbenetes tapasztalat, és akkor a harmadik szakasz, tehát a Szentírás megélése, a Szentlélek tapasztalat után jött a csend, amit egészen váratlanul fedeztem fel. Franciaországban elengedtek végre, kaptam útlevelet nyugatra, és akkor elmentem egy körútra, és ott fokozatosan megértettem, hogy a hatékonyságnak a titka nem a szervezés, hanem a semmittevés az Úr előtt. Azt szemlélni és annak örülni, hogy mit csinál az Isten, és én ebbe segítek neki. És ehhez csend kell. Úgyhogy akkor belépett az életembe a csend és a szemlélődés. 86. szeptember 18-án emlékszem a napra is, mert akkor kezdtem el, és azóta minden nap. Ez a semmittevés a legfontosabb a papságomban, meg a püspökségemben is, amikor nem csinálok semmit, hanem az Úrral vagyok csendben. Mert, ahogy Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy Isten a csend barátja, Isten a szív csendjében beszél, és nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem az, amit ő mond nekünk. És ahhoz, hogy én meghalljam, hogy ő mit mond a hivatásomra, az életemre vonatkozóan, az nekem csend kell. És akkor kiléptem a karizmatikus megújulásból, és addigra már elhelyeztek Somogysámsonba a falura. Úgyhogy ott folytattam azt, amit addig, csendes szentségimádás, megvégeztem a pasztorációt a falukban. Előtte 86-ban, nem 80, nem 87-ben, mielőtt disponáltak, voltam Rómában egy nemzetközi konferencián, és ott arra indított a Szentlélek, hogy ne csak látogassam a sérülteket, hanem osszam meg az életemet a szegényekkel. És így kerültem Somogysámsonba, én elfelejtettem ezt az indítást,
előtte már megismertem egy 100%-osan béna férfit Pétfürdőn, Várpalota mellett, és többször találkoztam vele, és amikor oda kerültem falura, írhatott egy levelet, hogy szervezze meg, hogy eljusson egy olyan otthonba, ahol lehet imádkozni. Én megígértem neki, mindent megteszek, kapcsolataim vannak. Csak amikor hazamentem, és az Úr elé álltam, akkor a csendben csak egy kérdést tett fel, hogy miért nem fogadod be. Azt hittem, hogy elmentek az emeletről, hogy valami őrület, hogy én őt, hát mozdulatlanul fekszik 35 éve egy férfi, nem bírok megemelni, vagy nem tudok, hogy mit kezdeni. Elmentem a lelkivezetőmhez, hogy hát valami nagy gáz van, mert nem vagyok benne biztos, hogy a Szentlélek mondta ezt nekem, lehet, hogy csak az én agyam, mert valamit akarok csinálni, és ez nagyon érdekes, hogyha ilyen váratlan indítást kapok, akkor két dolgot érzek. Tele leszek örömmel, és tele leszek izgalommal, hogy, és a kettő az úgy. Azt mondta, hogy nagyon egyszerű, hát te pap vagy. Hogy menjél el a Vöröskereszt, vagy az Karitászhoz, ha befogadják, nem a te dolgod. Ha nem fogadják be, akkor menjél el a püspökhöz. És a püspök azt mondja, hogy nem fogadhatod be, akkor nem a te dolgod. De ha merengedelmeskedned kell, de azt mondja, hogy igen, akkor te következel. Elmentem a Karitászhoz, mondták, hogy mennyi pénzünk van, mondtam, hogy neki semmi, nekem ugyanannyi. Kérdezték, akkor is elkezdtem örülni, mondták, hogy nem tudják befogadni. És én örömmel jöttem el, mert akkor már gyanítottam, hogy nem az emeleten mentek el, hanem valami történik. Elmentem a püspökömhöz. Elmondtam neki, hogy be akarom fogadni a szegényeket, sérülteket, és ha megengedi, akkor engedje meg azt is, hogy az plébánián lehessen egy kis kápolna, mert a sérültek nem tudnak a templomba bejutni, akadálymentesítés nincs, hideg van, szenvedés az egész, de ha ott lehet, akkor hogy szentségimárást égezhessek, és oda bejöhessenek a sérültek is. És a Szendi püspök úr egy teljesen váratlan gesztust tett, fölállt, oda jött hozzám, és átölelt, és azt mondta, hogy ez a jövő egyháza, a szegények és az eukarisztia. Minden erőmmel támogatna. Úgyhogy akkor már nem volt más választásunk, csak rábízni Jézusra a gerincemet, mert mindig baj volt a gerincemmel, és sokat feküdtem. Úgyhogy édesanyámnak, mikor elmondtam a szüleimnek, hogy hát a Szentlélek indítására én be fogom fogadni ezt a Jóskát, aki mozdulatlanul fekszik, és mindent kell vele csinálni, etetni, beöntést adni, fürdetni, mindent. Azt mondta, te meg vagy bolondulva. Tehát ugyanúgy meg fogsz rokkanni, mint ahogyan ez az ember. Én azt válaszoltam neki, hogy mama, ha ez Jézus ötlete volt, a gerincem az övé. Majd megoldja. És amikor befogadtam a Jóskát, attól kezdve 7 évig éltünk együtt, aztán meghalt, 7 évig soha nem feküdtem a gerincembe. Jézus dolga volt, ő megoldott ezt a... Ezek a tapasztalatok rendkívül fontosak a hivatásomban, mert másképpen szól az ige, másképpen élem meg a valóságot, másképpen fedezem fel az ő jelenlétét, mert ő örök jelenlét és jelen. És aztán ezt csinálom. Aztán Kaposvár következette, oda helyezett az első püspök, a Balázs Béla püspök úr. 24 évig voltam plébános a Szent Imre templomban, ahol folytattam a szentségimádást naponta, és aztán annyi ember lett, hogy kinyitottuk a templomot, és egész nap a szentségimádás van most is. Már én 7 éve lassan nem vagyok ott, de az folyamatosan megy. Én hiszem, hogy mindennek a forrása az ima, a jelenlét, az Istennel való csendes jelenlét. Nem imák elmondása, az is fontos. Bár Jézus csak egy imát tanított meg a apostolok kérésére, hanem megtanulni imádkozni, belépni ebbe a kapcsolatba, benne maradni a kapcsolatban, jelen lenni annak, aki örök jelen. És ezt tanulgatom még most is.
mert most másképpen kell, és más helyzetben, de ez nem lenne, akkor én nem lennék boldog. De mivel ez van, így azt gondolom, hogy boldog püspök vagyok, mert valakiben élek, és valakiben nem él, és ezt én megengedem. És ez, amikor pedig püspökké szenteltek, akkor egyetlen egy szó lett az irgalom, a püspöki elmondatom. És a püspöki címerben két kép van, egy megtört ostya, meg egy megtört ember, akit átölel a mennyei atya. És azt gondolom, mert élem, és tudom, hogy az oltári szentségben megtört Krisztus ugyanaz, mint a megtört emberben jelenlévő Krisztus, mert erre azt mondja, hogy ez az én testem, arra meg azt mondja, hogy amit ezek közül egyeltettetek, azt nekem tettétek. És ha ez a kettő találkozik, az eukarisztiában jelenlévő Jézus, és a szegényekben, sérültekben jelenlévő Krisztus, akkor valami egészen új indul el. Nekünk csak jól kell odállni és szolgálni, és ennek egyik gyümölcse az október 5-én Szent Faustina napján megnyitott irgalmasságháza most Kaposváron, ahol ezt próbáltuk összehozni, hogy hogyan lehet az egész ember gyógyítani testi, lelki, spirituális, szellemi síkon, mert mindegyik, akármelyik sérül, a másik kettő is sérül. És hogyan lehet gyógyítani, bárhon érkezzük el, jutva a másik kettőig, különösen azokra a tekintettel, akik az egyháztól és az egyháziaktól sebződtek meg, hogy ne menjenek el szektákba, ne menjenek el hamis ideológiákba, hanem ki tudjanak engesztelődni az egyházunkkal. Ez ennek a háznak az egyik küldetés, és ezen belül van a forrás, az imádságháza, ahol az a tervem és a célom, hogy 0-24-ben menjen a ima, a dicsőítés, és gyógyulások és szabadulások történjenek. Az imaterem mellett van egy gyóntatóhelyiség, mert a gyóntatás az halottak feltámasztása. Ezt mondja az atya, amikor a tékozló hazaér, hogy az idősebbnek, hogy a fiam elveszett, de megkerült, meghalt és feltámadt. És minden gyóntatás nekem halott feltámasztás, mert a bűn halált hoz az életünkre. És ezen a szinten van egy szentségi kápolna, ahol csendes szentségimádást is lehet végezni. Egyik szárny az épületnek, ahol ezt a spirituális gyógyítást szentségekkel, közbenjáró imával és ilyenekkel végezzük. És van egy része, ahol a lelket, a pszichét gyógyítjuk, segítjük a gyógyulásba. Ez szakemberekkel történik. Pszichiáter, pszichológus, kórusok, lelki vezetők vagy lelki kísérők, családterapeuta, gyászfeldolgozók, mindenféle 15 szakemberrel van szerződésünk, akik felajánlottak a segítségüket. Van a testi rész, az csak két ponton, illetve most már három, egy gyógymasszőr, egy gyógytornász és egy Nordic Walking edző, aki prevenció céljából felajánlotta a segítséget, hogy ezt a mozgást ezt tanítja, hogy ezzel nagyon sok mindent meg lehet szüntetni vagy előzni. És van a házban, ahogy belépünk, a portával szemben van egy Faustina kávézó, ahol viszont finom süteményeket, meg jó kávékat lehet elfogyasztani, és aki bejön, ővelük ott is tudunk találkozni, és akkor egy komplex ajándék nekem az irgalmasság, Szent Faustina irgalmasságháza. Ez nagyon friss, még most volt egy hónapos, másfél hónapos lesz lassan. Az imádságháza az régebb volt, amikor. Igen.
Bocsánat, egy szuszra kimondtam minden kérdésre a választ. Tulajdonképpen igen. Igen. Hadd kérdezzem meg, hogy ugye nagyon szép és gazdag utat járt be. Azért ez egy nem mindennapi dolog. És ezt nagyon köszönöm, hogy megosztotta. Én hallottam pár előadását, meg tanúságtételét, de így még nem hallottam. Azt kérdezném, hogy ő mit gondol ezek után? Miért van az, hogy a mai fiatalokat, vagy a régebb óta fiatalokat manapság már nem fogja meg az evangélium, a szentség? És egy második kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogyan tudnánk segíteni mi? Mindenkiben ott van a Szentlélek, és mindenkiben ott van a vágy az Isten szeretete után, vagy az irgalmas Isten után, mert az ő képmásai vagyunk, és az ő fiai és lányai. Tehát ő tette a szívünkbe ezt a vágyat, hogyha tehát azt tapasztalom, hogy ahol megélik az evangéliumot, tehát ahol látszik rajtunk, hogy Isten országa tényleg elérkezett, mert ez az örömhír, hogy Isten országa elérkezett, az igazságosság, a béke és az öröm a Szentlélekben, ahol ezt látják, oda mennek az emberek, akik vágyódnak rá. Én soha nem végeztem olyan plébános koromban a faluba olyan evangelizációt, hogy szervezünk egy programot, és majd eljönnek. Egyszerűen megmutattam azt az örömhírt, azzal, hogy befogadtam a sérülteket, és tele volt örömmel az eukarisztia, a szentségimádás, a csend következtében, vagy ajándékaként elkezdtek jönni az emberek. És én megbefogadtam őket. És mindig tele volt a ház a fiatalokkal, és én nem tudom, hogy csinálta a Szentlélek, én azt tudom, hogy nyitva volt az ajtóm, meg a szívem, és tudtam, hogy megtalálják, amit keresnek. Nem kértem, hogy gyónjanak, nem kértem, hogy rendezzék a kapcsolataikat, csak küldtem be őket az Úr elé, hogy nem baj, ha nem tudsz imádkozni, jó helye lesz, maradj csendben. És sorba életgyónások következtek, rendezni akarták a házasságukat, keresztelkedni akartak, mert jöttek olyanok is, akik. És itt a személytől személyig terjed a legjobban a kereszténység. Tehát a kérdésre visszatérve nem tanulunk meg tanúságot tenni. Nem tudjuk eladni az örömhírt, idézőben eladni, nem tudjuk elmondani a jól a tanúságunkat, tanúságtételünket, mert senki nem tanítja. És persze, ahol azt is gondolom, hogy ahol megjelenik az evangélium öröme, oda-oda találnak az emberek. Szent Ferenc azt mondta a követőinek, azt hiszi, hogy nem kell semmi más bizonyíték ahhoz, hogy ti Krisztus követők vagytok, csak az öröm. Hogy látszik rajtatok az evangélium öröme. És ez fertőz, ez vonzó. Egy olyan világban, hogy tele van félelemmel, reménytelenséggel, kétségekkel, a legkisebb evangéliumi öröm és örömhír is fákja vagy világító fény az emberek számára, és oda mennek, megtalálják, akik nyitottak, nem mindenki. Jézus idejében sem mindenki követte őt, vagy pedig tért meg, hanem sokan voltak ott, de akiknek a szíve nyitva volt, akik megengedték, hogy megajándékozza őket. Én fontosnak tartom a szervezést is, mert intézményben élek, és nem tehetem meg, hogy azt mondom, hogy nem kell szervezni semmit, csak a gondolásra is ne bízni magunkat. A sorrend a fontos, hogy fölül legyen a legfontosabb, az Istennel való személyes kapcsolat, és annak az öröme. Ez ingyen van. Csak időt kell adnom Istennek, és ott kell lenni a jelenlétében. Ez bárhol lehet, nem csak az eukarisztia előtt, de ott olyan, mint a forrás, hogy ott intenzíven jön. A víz mindenhol ott van, de ott azért nagyon intenzíven jön. És tehát ott,
ott kell lenni, és hogyha betölt ennek az öröme, akkor tudok róla beszélni. Ha győz a csapatom, nem kell tanulmányokat végül, hogy mondjam el másoknak, hogy győzött a csapatom. Meg kell nyitni a számat, és ki kell mondani, hogy persze kell az egyház, a tanúságtételhez kell az is, hogy tudjuk a tanítást, az egyház tanítását, hogy ne butaságokat, vagy hamis dolgokat mondjunk, de nem ezzel kezdődik. Egészen más lenne, csak hogy mi lenne, hogyha a teológiákon vagy a szemináriumokban az első kérdésünk az lenne, hogy megtértél-e? Én ezt meg szoktam kérdezni a papságra jelentkezőktől, és azt mondták, a legtöbbször azt mondják, hogy hát én nem vagyok szektáns. Nem a szektába jön, hát azzal kezdődik az evangélium. Térjetek meg, elérkezett az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mi azt mondjuk, hogy hirdetjük, csak éppen nincs meg ott a megtérés, a döntés. Nem határoztuk el, hogy Jézust követjük. Nem határoztuk el, hogy odaadjuk az életünket. Valamit csinálunk. Ez az első lépés, a megtérés. Találkozás, ezt Ratzinger, illetve a 16. Benedek pápa mondta, hogy, vagy írja a názereti Jézus könyvében, hogy a kereszténység a találkozással kezdődik. És ez kimarad. És nagyon nehéz úgy beszélni valakiről, aki nem az életem közepe, hanem tananyag. Mondhatom, de átjön rajtam, hogy ezt azért mondom, mert tanultam, vagy ezért fizetnek, mert hitoktató vagyok. Nekem is mondták a gyerekek, hát magát ezért fizetik, azért mondja. De aztán, amikor találkoztunk, és kiderült, hogy ez nem pénzért, tehát persze kaptam fizetést, de nem az az izgalmas, hanem hogy ki nekem Jézus, ki nekem a mennyi atya, és hogy lát engem ő? Hogy lát a mennyi atya? Ő neki a véleményem én, mert azt én tudom, hogy mit mondanak rólam a hívek, meg a papjaim, vagy a világ, mindenki megfogalmazza, ki minden gondol, az vagyok annak, írja Vörös Sándor. Teljesen mindegy. A legfontosabb kérdés, hogy mit gondol rólam az Isten, hogy lát engem, és hogy Jézus hogy lát engem. Ha ezt föltennénk az életünk bizonyos helyzetébe, akkor a szabadság, a megfelelési kényszertől megszabadulnánk. Nem az lenne fontos, hogy jaj, csak nehogy véletlenül olyat tegyek, olyat mondjak, hogy... És még nem is csinálnánk botrányokat, tehát nem az lenne a cél, hogy akkor botránkoztassunk. De Jézus is botránkoztatott, ha úgy volt fontos, hogy szombaton gyógyítson, amíg Attilas volt. De hát melyik ültek az, aki nem húzza ki az ökrét vagy szamarát, ha szombaton esik, akkor tudták a választ. Bocsánat, csak... Személyes, megélt Isten kapcsolatra gondol. De most engedje meg, hogy egy aktuális témát behozzak, itt volt a népszámlálás. Látjuk a vallási hovatartozás adatait, és azt is, hogy 20 év alatt milyen sok hívőt vesztettünk. Ön hogy viszonyul ehhez, ha szabad kérdeznem? Én engem ez nem idegesít, sőt, a legjobb. Szóval akkor kereszténynek lenni, és akkor tanúságot tenni, amikor az egyházat elhagyják, vagy nem vállalják fel, az kihívás. Hogyha ezzel szembesülök, akkor nem az a kérdésem, hogy de mindenki elemzi a statisztikákat. Nagyon sok elemzést hallottam már. Fontos, hogy egy kicsit a valóság képébe kerüljünk, de az az izgalmas, hogy ez a valóság, amit most annak mondanak a statisztikusok, illetve a magyarázók, ez elvisze odáig bennünket, hogy sokkal nagyobb feladat vár ránk. És ez nagyon jó. Mert hogyha így áll a helyzet,
akkor meg kell tanulnunk másképp megszólítani az embereket. Meg kell tanulnunk meghallgatni őket. Döbbenetes volt a, és ehhez kapcsolódik, a szentelésem után szeptemberben rávettek a munkatársaim, hogy írogassak a Facebookra üzeneteket. És én ezt 17 szeptemberre óta minden nap írom. Köszönjük szépen. Nem azért kezdtem mondani, hanem azért 18 január 1-én írtam ki egy mondatot, amin nagyon megdöbbentem a reakción. Az volt a mondat, hogy tavaly is nagyon sokan elhagyták a katolikus egyházat, a statisztika. Mi lenne, ha nem szidnánk őket, és nem ítélnénk el őket, hanem utánuk mennénk, és megkérdeznénk, hogy miért mentél el, és meghallgatnánk, és nem magyaráznánk el neki, hogy hát ez rossz döntés volt. Meg kell hallgatni, hogy miért ment el. Ezt a, és ezt szerint cselekedni, és ezt a bejegyzésemet néhány nap alatt 50 ezeren lájkolták. Valamiért mondtam ki, és ezt a mostani statisztikai helyzet is. Ez nem baj. Látnunk kell a valóságot. Isten országa az nem statisztikai kérdés. Isten országát nem fogja megrendíteni az, hogy ha kiürülnek a templomaink. Nekünk kell fölfedezni Isten országának az örömhírét, és újrakezdeni, és erről az életünkkel, a szavainkkal tanúságot tenni. Mert ez vonza az embereket. Nem, erről beszélt Jézus. Mi nagyon keveset beszélünk Isten országáról. Pokorról, mennyországról beszélünk, de az Isten országáról kevesebbet. Lehet, hogy a mennyországról meg a pokorról se beszélünk sokat már, hanem mindenféle ügyekről beszélünk. De ez nekem meghívás és kihívás. Meg kell tanulnunk meghallgatni az embereket, ehhez találkoznunk kell velük. Mi ülünk a templomainkban, és várjuk, hogy bejöjjenek. És ha már 15 bejött, akkor nyugodtak vagyunk. És mi van a többi százalékkal, aki nem ismeri az igazságot? Ezt Ferenc pápa nagyon sokszor mondja, hogy engedjétek ki Jézust a templomokból, mert kopogtat, hogy nyisd ki az ajtót. Nem bemegyek, hanem kimegyek. És menjünk utána. Találkozni kell az emberekkel, meghallgatni őket, megpróbálni megérteni. Mert igaz, akármit mondanak, ha igaz, ha egy olyan mondja, aki az egyházat elhagyta, akkor is a Szentlélektől van, mert Akvinél Szent Tamás szerint az igazság mindig a Szentlélektől van. Akárki mondja ki. Hogyha egy olyan mondja ki, aki az egyházat kritizálja, akkor meg kell hallgatnom. Ha az igaz, akkor meg kell szívlelnem, és megkülönböztetni a cselekvéshez, hogy akkor mit lehet tenni. Hajléktalanokkal már 30 éve kapcsolatom van a Kaposváron, mind a mai napig. És ha nem hallgatom meg, aranyam, ezüstöm nincs, de amin van, neked adom. Ha meghallgatom, akkor adhatom neki Jézust. Direkt vagy indirekt formában, attól függ, mire van szüksége, vagy hogy van rá szüksége, de addig nem adom Jézust, amíg nem érzi, hogy tisztelem, hogy szeretem, hogy nekem ő fontos. Mert addig egy árut kínálgatok, bocsánat, de nem tudom összekapcsolni őt az élő Krisztussal, és ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Végre észbe fogunk kapni. Bár szerintem, ha úgy magyarázzuk a statisztikát, teljesen nyugodtak vagyunk. Erre tudjuk mondani, hogy igazából ez azért történt, vagyis nem történt semmi rossz. Csak, hát nem csak a templomban járok, az emberek is kevesebben vannak, a papok is. Egyetlen válasz van nekem erre, hogy meg kell térni, és a Szentlélek, újjá kell születni a Szentlélekből, hogy erővel és hatalommal tudjunk beszélni. Az ingyen van. Megkaptuk a Szent Lelket. Nagyon sok válasz lehetne, de nekem ez a lényeges, hogy kaptunk egy meghívót. Induljunk el az emberek után, és előtte megtérjünk meg, hogyha döntsük el, hogy követni akarjuk-e Krisztust, vagy nem. Mit üzen az útkeresőknek, illetve hát zarándokpont mánál vagyunk, hát
nem mondok hülyeséget, ha azt mondom, hogy mindannyian zarándokok vagyunk, zarándokolunk az életben. Mit üzen a zarándokoknak? Legegyszerűbben azt mondanám, hogy a zarándoklat alatt engedjék meg, hogy Isten szeretete megerintse őket, és keressék a találkozást Jézussal az Eukarisztiában, az igében, a közösségben, és a megtört, sebzett, szegény emberekben rá fognak találni. Mindegyikben ott van. És hogyha rátalálnak, és megengedik, hogy a szívüket átformálja, akkor egészen új távlatokat fognak megtapasztalni a kereszténységükben, vagy a keresésükben. Akkor is, ha nem keresztények. Köszönöm szépen, legyen úgy. Sok erőt kívánok püspöki szolgálatához, és külön öröm számomra is, azt gondolom az olvasók vagy a nézők számára is, hogy egy boldog püspökkel beszélgettünk, meg egy boldog püspököt hallhattunk. Igen, nagyon örülök neki. A boldogság csak még az abba belefér a szenvedés. Belefér, tehát nem azt jelenti, hogy mindig mosoly. Belefér a szenvedés, a kompasszió, és belefér a, tehát belefér a mondjuk így a Táborhegy és a Golgota. Mert nem az az izgalmas, hogy hol vagyunk, az az izgalmas, hogy kivel vagyunk ott. Jézus a mennyi atyával volt, a szűzanyja is a mennyi atyával volt a keresztúton, és nem esett kétségbe, nem borult ki, nem lázadt föl. Nem a körülmények, az a titok, aki ott van, és ott van mindenhol. Isten áldását kívánom életére és szolgálatára, és köszönöm, hogy ma eljött hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm. A jó Isten áldását kérem minden rátok is, amit itt csináltok, zarándok.hu-ra is, meg azokra is, akik ebbe bekapcsolódnak. Köszönjük szépen. Dicsértessék Jézus Krisztus. Mindörökké. Ha tetszett ez a tartalom, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziónkat a zarándok.ma/támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!